A Tiszán levonuló árhullám elsőfokú készültséget indokolt a Közép-Tiszán. A Tiszán levonuló árhullám elsőfokú készültséget indokolt a Közép-Tiszán elrendelni. Most az éjszaka tetőzött 674 cm-rel, itt Szolnoknál lassú apadás várható. A hullámtereket a folyó elöntötte, a mögöttem lévő részen látható a szolnoki mentetlen rész, amit szintén elönt, hullámtérről van szó, ugyanúgy elönti ezt a részt is, mint a Tisza vonalán bármelyik szakaszon az ország területén. Ennél a színnél a legnagyobb árvízszint az 3,5 méterrel magasabb, úgyhogy az elöntése az a nagyobb árvízeknél várható. Most jelenleg nem öntött el, várhatóan még egy ilyen 50 centi kellene ahhoz, hogy ezt elöntse a víz. A belvizes szakaszokon pedig 8 szakaszon van készültség, a 8 szakasz elsőfokú készültségben védekezik, körülbelül 2500 hektár került elöntés alá, és naponta körülbelül egy 300 ezer köbméter vizet emelünk át. További csapadékok várhatóak a területen. A tavasz folyamán, ha nagyobb csapadék esik, akkor még várható árhullám, de ezt előre pontosan nem látjuk. Jelenlegi hókészlet a hegyekben az minimális, tehát hóolvadásból sem számítunk különösebb árhullámra. Viszont arra nagyon figyelünk, hogy a mostani árhullámból, ahol lehet, tartsunk vissza a vizet. Tehát a nyári száraz időszakra tudjunk vizeket felhasználni, ilyen például a Tiszaroffi tározó déli műtárgyának az apadóágon való felnyitása, itt a csatornákba vizet engedünk vissza, és ezt a későbbiek folyamán tudjuk hasznosítani. Tehát a víz visszatartásra nagyon ügyelünk, hogy a száraz időszakra is, amit lehet, azt tudjuk betározni. A szakembereket nem lepte meg a mostani árhullám, folyamatos a védekezés. Ez az árhullám jelenleg csak figyelőszolgálatot igényel, első fokban vagyunk. A kiskörei vízlépcsőnél a duzzasztást ma reggel, ma délelőtt 10 órakor megkezdtük. A duzzasztás után a folyó apadása felgyorsul, úgyhogy egy-két napon belül a védelmi készültség megszüntetésre kerül, mondta a szakember.